Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azonnal, amik majd később nézik meg az én videómat. Hát el kell telnie most már egy pár percnek, mire a meleg elindul az autóban, úgyhogy addig itt a biztonság kedvéért még ebben az illegalitást is biztosító kapucniban látjátok tőlem a videót. Szóval a mostani videóm az erőcsatárokról szól. Ez a pozíció, ez egyébként nagyon régi a labdarúgásban, de az elmúlt évtizedekben kulcs szerepbe került, és nagyon sok csapat alkalmazza ezt a megoldást. Ugye az erőcsatár fogalmát a többség ismeri, de azért fontos tisztázni, hogy egy nagy darab 190 centi fölötti 80-90, inkább 90 kilós játékosról van szó, aki birkózik a középső hátvédek, kell, aki nagyon jól tud fejelni, aki ha kell, akkor eltolja, ellöki az ellenfelet, és aztán távolról is viszonylag jól lő, de a legfontosabb erénye az, hogy a 16-oson belül berobban, befejeli, belövi, van egy kicsi zsebkendőnyi terület, akkor ellövi és berúgja. Tehát ez az, akire ránéző, és azt mondod, hogy erőtől duzzad, és csak adják oda neki a labdát. Lehet, hogy nem feltétlenül a legtechnikásabb játékos, nem olyan, mint Messi vagy Maradona, de megoldja a helyzetet. Ugye, ha egy igazi klasszikus erőcsatárt kell emlegetnünk, akkor természetesen Zlatánt kell említeni, aki aztán mindent megoldott a kapu előtt. Ha éppen ugye a hátvéddel együtt kellett berúgni a labdát, akkor arra is volt eset, és hihetetlen magasra tudta emelni a lábát, de közben pedig bivaj erős volt, és szerintem még mai állapotában is lenne egy pár csapat, amelyik tudná őt alkalmazni, de hát a Mario Balotelli is jó időszakában azért egy ilyen csatár volt, és nagyon nagy hasznára volt aktuálisan azoknak a csapatoknak, ahol éppen játszott. Most ugye ez a videó nem csak az erőcsatárokról szól, hanem a magyar erőcsatárokról, hogy áll a helyzet, és ebben ugye az ihlető nyilván az Ádám Marti helyzete volt. Nagyon korrektül, nagyon szépen nyilatkozott a menedzsere, hogy jobban oda kell majd figyelni arra, hogy hova megy a következő csapathoz. Én azért nem akarok senkit mentegetni, de mégis mentegetnem kell a menedzsmentet, hiszen azért most gondoljátok el, fűtfát megígérnek nekik, azt mondják, hogy állandóan játszani fog, és akkor utána a görög csapat cserélgeti az edzőket, meg egymást is ott lögdösik a görög csapat vezetőségében, szóval igazából erre nem lehetett számítani, tehát ezt nem tudhattad előre, mert ha visszafelé nézed az Asteras történetét, akkor kevésbé volt ilyen zajos, mint ez az elmúlt fél éve. Ugye mindegy, az a lényeg, hogy olyan csapathoz kerüljön, ahol minél többet tud játszani, és a saját képességeit ugye ki tudja bontakoztatni. Tehát nyilvánvalóan ugye az a fő cél, hogy egy olyan csapat legyen, amelyik rájátszik. Ugye az erőcsatár játéknak akkor van igazából értelme, hogyha rájátszák a labdákat, és mondjuk egy-egy mérkőzésen mind a két fél időben van mondjuk 8-10 olyan lehetősége, amiből gólt szerezhetne. Akkor ugye az erőcsatár ki tud bontakozni. Tehát jelen pillanatban hogy állunk mi magyarok ugye az erőcsatár tekintetében? Tulajdonképpen jót mondhatok, hát nem tömeges, tehát nem az van, hogy van nekünk mondjuk 20 nagyon jó erőcsatárunk, de vannak jók, és ugye ezeket mindenképpen ki kell emelni. Hát elsősorban természetesen Varga Barna, aki a Ferencvárosban megrúgja a maga góljait. Most nagyjából, mivel nyilván megmondjátok a pontos statisztikát, de nagyjából most abban a szériában van, hogy két meccsenként egy gól. Ugye a sérülés előtt azért ez egy kicsit jobb volt, de teljesen mindegy, mert megrúgja a gólyait, és a Jansen ugye nagyon ügyesen rotálja Saldanhával, és még nem jutottunk el odáig, és ne is jussunk el odáig, hogy a harmadik erőcsatára lesz szükség, ugye Pešić személyében. Pešić is egyébként szerintem megrúgná a maga gólyait, de az erőcsatárnál egy nagyon fontos funkcióra felhívom még a figyelmet, ez pedig az, hogy a védekezésben is kiveszi a részét, illetve tereket nyit, és labdákat ad a hátulról jövőknek. Na most a Pešić ebből a szempontból, lehet, hogy meglepőt mondok nektek, de ebből a szempontból nem volt rossz. Tehát sokszor jött hátra, hasznos volt a védekezésben, teret nyitott, labdákat osztogatott, csak a gólszerzéssel voltak neki ugye problémái, és ugye hát a Kodró is elkerült a Ferencvárostól, tehát ugye Kodró nem volt magyar, tehát ő tulajdonképpen csak említem, ahogyan Pešić sem, csak jelzem, hogy a Fradiban ugye van készlet ezzel kapcsolatban. Ugye
A magyarokra visszatérve, most ugye Ádám Martinnak kellett csapatot találni, és akkor lehetséges, hogy visszanyeri a második előcsatár pozíciót a magyar válogatottban. Jó volna, hiszen egy jó formában lévő Ádám Martin valóban a válogatottat is tudta gólokkal segíteni, ezt azért ne felejtsük el. Bocsánat, csak kiköhögtem magamat, és akkor ugye hát ki most a második előcsatárunk, ugye a Szabó Levi, és ugye a Braunschweig, Eintracht Braunschweig játékosa, amely Eintracht Braunschweig a Bundesligában, a másodosztályban inkább egy alsó régióban tanyázó csapat, de ez minket kevésbé érdekel, mert a Bundesliga 2 az erősebb bajnokság, mint az NB1. Ez egyértelműen mondható. Nézzetek meg 3 mérkőzést a Bundesligából, teljesen találomra, tehát nem kell feltétlenül a magyarok játszotta ugye Hertát megnézni, ami 2 magyar is van, vagy a Preußen Münstert, amelyikben ugye Németh Andris, hanem amelyiket éppen gondoljátok, és azt fogjátok látni, hogy elképesztő iram van, elég nagy a közönség, mert nagyon sok olyan csapat van, Schalke meg a Hertha például, amelyiknek óriási szurkolótábora van, és mindenki csak néz, hogy miért vannak a Bundesliga 2-ben. Tehát ez egy jó bajnokság, és a Szabó Levi egyre jobban bejátsza magát ebbe a bajnokságba, és egyre több gólt rúg, mondjuk meg őszintén. Tehát ő most a jelenlegi második magyar erőcsatár. Nála mit kell csinálni? Szerintem neki a Szalai Ádámmal rendszeresen kell konzultálnia. Én remélem, hogy ez meg is történik a válogatottban. És a Szalai Ádi nagyon sok mindenre meg fogja őt tanítani. Például arra, hogy hogyan lehet úgy erősödni, hogyan lehet úgy fizikailag izmosabbá válni, keményebbé válni, hogy a gyorsaság nem fog kopni. Mert ugye a Szabó Levinél annyi van, hogy ő még egy nyakigláb fiú, és kell még izom rajta szerintem, hogy még keményebben, még jobban lepattanjanak róla a védők, de eszméletlen jó rúgó technikája van, és nagyon gyors tud lenni, ha arra szükség van, úgyhogy egy nagy ígérete ő a magyar labdarúgásnak, és remélem, hogy nem az a történet lesz vele kapcsolatban, mint a Németh Andrással, akinél a legfontosabb jelzőnk az, hogy laza. Tehát egyszerűen most is ugye azért rakták ki a Preußen Münster keretéből, azért nem játszotta a csapatban, mert hogy elkéste az edzést, ha igazak a hírek. Tehát itt ez úgy szokott működni, hogy az ember akkor oda telefonál, vagy oda szól, hogy akkor itt késésben van. Ugye egy német rendszerben egy-egy ilyen dolog, az tényleg főbejáró bűnnek számít. Lehet, hogy Magyarországon nem annyira, csak ő ugye annak idején, amikor a Ferencváros hívta, akkor azt mondta, hogy köszi gyerekek, őneki nem kell ez, őneki nemzetközi karrierje lesz. Hát akkor is voltak, akik egy kicsit szkeptikusan nézték ezt a dolgot, most egy kicsit jobban vagyunk szkeptikusak, mégis én a Németh Andrist nem írnám le. Tehát nagyon sokan vannak, akik leírják, és azt mondták, hogy ez a csávó már egy elveszett játékos, majd aztán visszakerül a belga másodosztályba, aztán majd a holland harmadosztályba fogja befejezni. Nem tudom, hogy így van-e, de én még adnék esélyt arra, mivel fiatal játékosról van szó, magyar utánpótlás válogatottakban egyébként nagyon remekül, kiemelkedően remekül játszott, és ugye ifjúsági játékosként azért nagyon komoly sikereik voltak az ifjúsági BL-ben is, tehát ezt is azért fontos hangsúlyozni. Úgyhogy a lényeg az, hogy bizony itt majd meglátjuk, hogy mit fog ez hozni, ez a történet, mit fog jelenteni ugye a Németh Andrisnak. Ez majd a jövő nagy kérdése. Ami viszont nekünk fontos, bocsánat, csak itt ugye előzgetnem kellett a különböző autókat, tehát ami viszont nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Németh Andrissal jelenleg nem lehet számolni. Ugye Marco Rossi egy ideig azt gondolta egyébként, hogy lehet, és talán még arra is emlékszünk, hogy egy Európa-bajnoki ilyen barátságos mérkőzésen, ami felkészített ugye az EB selejtezőkre, ugye a Luxemburg ellen ott még gólt is rúgott Németh Andris, tehát ő is tud egy klasszikus erőcsatár lenni, csak hát ott ugye rendbe kell rakni a fejeket, ahogy szokták mondani. Na most ezen kívül ugye említettem az Ádám Martint, és még azért hadd említsük egy-két játékost, akiből idővel jó erőcsatár lehet. Ugye ne felejtkezzünk el arról, hogy van nekünk egy Tóth Barnánk a Paksban, aki azért már sokszor megmutatta, hogyha éppen a Bognár úgy látja, hogy nem a Bödében gondolkodik, vagy annak idején nem a Könyvesben gondolkodik, akkor ő is nagyon-nagyon remek tud lenni. Nála is egyébként én azt látom, hogy egy kicsit talán fizikailag lehetne még erősödni. Tehát egy igazi erőcsatárnál azért ahhoz egy kicsit vékony dongájú játékosról van szó.
viszont eszméletlen jól fejel, és teljesen váratlan dolgokat tud csinálni, tehát ő is egy olyan játékos, akire oda kéne figyelni. Ugye ezeket az erőcsatárokat látva én abban azon a véleményen vagyok, hogy a Szalai Ádinak lehet, hogy össze kéne szedni ezeket a tehetséges focistákat is valami fajta kis konzultáció, edzés, megbeszélés, workshop, vagy nem tudom, hogyan nevezzem ezeket ugye mai szavakkal, kellene nekik csinálni. Egyébként ebbe a körbe tartozik egyértelműen a német Barnabás, akit ugye a Vasas leigazolt, és hihetetlen gólokat képes rúgni, meg hihetetlen jól tud helyzetbe kerülni. Úgyhogy van azért a magyar bajnokságban is olyan, aki ebben a vonalban tud működni, de kétség kívül nem sok. Ugye ha megnézitek a magyar NB1-et, akkor azt látjátok, hogy ugye ezt a funkciót a Puskásban a Colli látja el. Én nem vagyok elégedett a Collival, sokan nagyon szeretik az ő játékát. Én az Zahedivel lettem volna elégedett, ha komolyan vette volna a magyar bajnokságot, mert az AD egy remek, remek focista, de teljesen el van szállva magától, már hosszú évek óta, és hát nem meglepő, hogy a Puskás számára se volt igazán hasznos. Ha egy kicsit komolyabban vette volna a focit, akkor meg is mutatta volna azt, hogy mi a erőcsatárjáték. Az MTK-ban is ugye Jurina, Poljavka, ezek játsszák ezt, és az Újpestben pedig a Brodics játsza. A Brodics kapcsán ugye sokan egy ilyen új megváltót ünnepeltek, amikor megérkezett az Újpestbe. Én már akkor is jeleztem, hogy hátrébb a zogarakkal, ugye a Brodics egy 5-6 vagy maximum 7 gólt fog rúgni ugye az Újpestben fél évente. Most lehet, hogy most meg fog tátosodni, és akár még 8-at is fog rúgni, de aztán most már mindenki látja, hogy ő nem az Újpestnek, semmilyen értelemben nem a megváltója az Újpestnek. Egy pár gól benne van, de sok más játékosban is benne van, vagy benne lett volna adott esetben pár gól. Tehát ő nem az a játékos, akire ugye hosszabb távon szükség van. Egyébként a Zalaegerszegben is van fiatal tehetség, az Újpestben is van fiatal tehetség, akik ugye lehetnek idővel remek erőcsatárok, úgyhogy ezért mondom, hogy azért vannak, de nem túl nagy számban. Hogyha mindezt összeadom, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy egy olyan 8-10 olyan magyar focista van, aki ezen a pozíción bevethető, és ugye a magyar labdarúgásnak az egyik nagy feladata az, hogy ezeket fejlessze, ezeket segítse, ezeket támogassa, és ezért említettem a Szalai Ádám nevét, mert ő képes lenne arra, hogy ezeket egyfajta ilyen segítőként, támogatóként, mentorként a szárnyai alá vegye, és nagyon jó kis erőcsatárokat alakítson ki belőlük. Ugye ahogyan a kapusok terén nagyon sokáig Magyarországon egyfajta kapus iskola volt, mert nagyon kiváló tapasztalt kapusok kineveltek maguk mögé, kineveltek maguk után nagyon remek kapusokat. Ezt nem tudom, hogy tart-e még ez a történet, kicsit az az érzésem, hogy megtört ez a történet. Úgy lehetne tulajdonképpen egy ilyen erőcsatár képzés Magyarországon. Ugye ez összeillik egyébként a magyar futball legnemesebb tradícióival is, mert hát nem az van a magyar grundokon, hogy a kisgyerekek, azok ugye ők szervező játékosok is passzolgató középpályások akarnak lenni, hanem az első és elemi reflexük az, hogy ők legyenek a góllövők, és azért előre mennek, és berúgják, begyötrik, beküzdik a gólokat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre törekednek. Úgyhogy ezt a tradíciót meglovagolva lehetne egy kicsit fejleszteni még a magyar erőcsatárokat. Na, szóval összegezve, amit szerettem volna mondani, ugye van nekünk egy Varga Barnánk, ő nagyjából rendben van, van nekünk egy Ádám Martinunk, aki remélem minél hamarabb elkerül egy jó csapatba, van nekünk egy Szabó Leventénk, aki jön felfelé és segíteni kell és támogatni kell, van nekünk egy Tóth Barnánk a Paksból, aki azért ha nagy baj van, akkor bevethető és egy pár percre azért meg tudja oldani a dolgokat, vannak kifelé menő erőcsatáraink, ilyen ugye a Böde Dani, természetesen a Könyves is nem tudom milyen állapotban van, de ő is egy ilyen kifelé menő erőcsatár, és akkor rajtuk kívül ott vannak a fiatalok, elsősorban ugye a német Barnabás, aki már megmutatta az oroszlán körmeit, de ott van az Újpestben, ott van
a Zalaegerszegben tehetséges erőcsatár. És ott van mondjuk, ha már Vasast említettem, ott van azért a Tóth Milán is, aki egy komplexebb játékos, mint az erőcsatár. Még Kamis 9-esnek sem mondanám, mert ugye miről van szó az ő esetében? Az, hogy nem olyan magas, viszont elég erős és nagyon technikás játékos, és ugye nagyon érzi a kaput. Tehát lehet, hogy egy ilyen megoldás is jó lenne majd hosszabb távon a magyar válogatottnak, hogy egy remek technikájú játékos kerülne oda. Egyébként a Rossi is alkalmaz ilyet, ugye ő Hamis 9-esben szokta felrakni a Salai Rolit, és akkor így a Salai Roli a maga technikájával, ügyességével meg tudja oldani a játékhelyzeteket. No, szóval ez a helyzet, ez a mi térképünk úgymond, és ebből a térképből kell nekünk gazdálkodnunk. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha ez a létszám, ez dupla akkora lenne, és több nemzetközi bajnokságban is találkoznánk ezekkel a kiváló játékosokkal, de azt gondolom, hogy ami késik nem múlik, és reméljük, hogy Németh András is magára talál, és akkor még bővül a létszám a jelenlegi erőcsatárok kapcsán, a jövőben pedig, amire utaltam, ugye a jövőben pedig még többen lesznek, aki egyébként úgy látja, hogy valakit kihagytam a történetből, és tud egy olyan magyar játékost, aki 9-esként játszik, és nagyon erős, és nagyon kemény, és nagyon, nagyon gólérzékeny, és ilyen nagyobb darab, küzdősebb játékos, azt azért említsétek meg a videó alatt, és akkor az egyfajta kiegészítésként ugye tud működni. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy meghallgattál, tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit!